körülbelül 6 óra kezdem el ezt a videót megint, de már remélem, hogy sikerül fölvenni. Na, hát a kutyának a lába beleakadt a lámpába, ugye, mert annak itt a zsinórja, azt borult volna itt minden, úgy kaptam el. Hú, le is izzadtam. Na, tehát ez egy unboxing videó, ugye. Vettem egy Nintendo Switch-et, itt van, megmutatom. És hogy miért döntöttem ez mellett, meg hogy hogy találtam rá, meg minden. Mert én eddig ugye nem nézegettem ezeket a konzolokat, meg minden, és nem is akartam ilyet. Egyébként szerettem volna egy azt a kicsit, azt a lightot, tudod, ami föltöltöd, beleteszed a játékot, van rajta a játék. Nem tudom, mi van rajta, mert nem sikerült annyira utána nézni, hogy milyen, de az nekem drága lett volna így egy összegbe kifizetni. Úgyhogy gondoltam, hogy utána nézek, hogy még milyenek vannak, és ugye láttam ezt, amit tévére lehet kötni. Ha nem akarod a tévé használni, akkor kiveszed, ugye, és akkor viszed magaddal, lehet táskát venni hozzá, mindenféle tartozékokat, és én nekem nagyon megtetszett az, hogy lehet a T-mobilnál, ugye én T-mobilos vagyok, vagy T-homos, és lehet ott kapni ilyet, és ugye letelt az összes részletem, és úgy gondoltam, hogy én akkor nem veszem meg azt a kicsit, hanem akkor megveszem ezt, ugye valamennyivel nagyobb is, nem tudom, hogy többet tud, vagy mit tud, mert tegnap így néztem YouTube videókat, és ott láttam, hogy mutogatják, meg hogy ilyen, olyan, amolyan. Láttam az egyik videóban, hogy be is kapcsolják. Azt is tudom, hogy ez a dokkoló, vagy hogy hívják, karcolja a kijelzőt, úgyhogy most majd veszek rá kijelzővédőt, és kijelzővédőfóliát, ugye, ilyen törésálló, vagy mit tudom én, milyen fóliának hívják azt. Nagyon tetszett. Megmondom az őszintét, hogy én ugye a telefonomon szoktam játszani. Van Mario a telefonomon, mindjárt megmutatom. Ugye egy Samsung A71-en van, aki esetleg nem tudja. És hát van ez az Evermerge, van nekem ez a Word, ugye ez ilyen szókirakós, azt hiszem, van ez a Smudge 3D, én ezekkel egyáltalán nem szoktam játszani, Super Mario itt van rajta, az is itt a szélén, és nem játszok azzal sem. Na most, aztán ugye elkezdtem gondolkozni, hogy majd ugye nagyon dicsérik ezt, közben, nagyon dicsérik ezt, hogy milyen jó, meg nagyon szép az animációja, ha úgy hívják ugye a képminőséget, meg hogy nagyon jók a játékok, meg minden, és ugye én a T-Home-nál vettem meg részletre, mert nem akartam ugye nagyobb összeget kifizetni, meg nem is tudtam volna annyira sokat, úgyhogy azért vettem meg ezt a nagyot, és csak már ebben a szürke színben volt, mert ugye két színbe érkezett hozzájuk, az egyik az ez a szürke, ugye, mutatom megint, hogy lásd, miről beszélek, ez a szürke, és akkor még volt olyan, aminek az egyik, hogy hívják, Jolskonja, az egyik kék, a másik piros. Aztán mondom, hát a szürke van, hát szürke, én ilyenkor fú, nagyon be tudok indulni, hogyha én valamit így szeretnék, és akkor nekem azonnal kell, olyan vagyok, de szerintem más is, és én olyankor várni se tudok, és ezt tegnap rendeltem meg, és a mai nap már itt van, nagyon örülök neki, úgyhogy meg fizethetek. Mennyi? Csupa az ajtót, húsom! Na, visszament a Niki, és na mindegy, nem baj az, úgyhogy ez így nekem nem volt annyira drága, ugye, hogy így havonta kell kifizetni, úgyhogy akkor bontsuk is ki szerintem, megmutatom, mi van az oldalán, az egyik oldala az ilyen sima, rajta van, hogy mi van benne, ugye, meg itt van a dokkolója, meg ez a Joy-Con, régen joysticknek hívták, nem? Én erre emlékszek, ugye itt is a dokkolóba, hogy ugye bele lehet tenni. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy fogom tudni beállítani, azért, mert azt tudom, hogy van a tévén, ugye már újabb fajta tévén van, és
Van rajta HDMI 1, meg HDMI 2. Most én azt nem tudom, hogy hány csatlakozó van hátulján, mert nem értek hozzá, de remélem, hogy még egyet be tudok, ugye, még ezt az egy csatlakozót be tudom dugni, nem is néztem, mert ugye a tévé, nekem ilyen T-Home-os dekóderem van, és a T-Home-nál vagyok így előfizető tévé, a tévé adások is onnan vannak, és ezt nem néztem ennek utána, és az is ilyen HDMI csatlakozóval megy. Azt tudom, hogy szép lesz a kép tőle, hogy szebb a képminősége, lehet, hogy nem így van, de én így tudom, és akkor mondom tovább, itt van, hogy mi van a dobozban, ugye, ide rakom, hogy jobban lássad, itt vannak a dolgok. Hát ugye azért megnéztem ugye YouTube videókat, mutassam meg itt az elejét is. Ilyen, hátulján meg két kéz van, és a ezzel a joystickot nyomkodják, úgyhogy megmutatom a többi részét. Kibontjuk. Annyira bontottam ki, hogy ugye a zacskót leszedtem róla, mert a T-Home így küldi. Úgyhogy ezért döntöttem így, hogy ugye, hogyha én mondjuk elmegyek nagyon, úgy nem szoktam elmenni a fogászatra, fogászaton szoktam így játszani, hogyha sokat kell várni, és nincs időpontom, vagy ugye itthon, ha esetleg alszik a Niki, akkor ki tudok jönni még, játszani egyet. Egyébként így játékokba pedig szeretném beszerezni a Pokémont, mert mikor volt ez a Pokémon játék, ugye, akkor én letöltöttem, akkor volt, hogy mentem egyedül, ugye, ha Nikit otthon tudtam hagyni valakire, akkor mentem egyedül, itt a városban állunk, Szentendrén nagyon-nagyon sok Pokémon volt, voltam itt a lakótelepen, akkor még nem laktam itt, és mindig lementem a városba, ha tudtam Nikivel, ha tudtam egyedül, aztán nem ment, ugye, mert a Niki nem akart jönni, meg már ízzétek, hogy már megint mész ezzel a hülye Pokémonnal, meg baleset veszélyes, meg minden, én nagyon szerettem. Nem is tudom, hanyadik pályáig jutottam el, úgyhogy én nagyon szerettem, úgyhogy arra gondoltam, hogy azt szerzem be. Hát, és még azt szeretném mondani, hogy nagyon meg is ijedtem, mert ugye hát kiválasztottam ezt a ízét, én rámentem egy oldalra, és ott láttam, hogy olcsók a filmek. Igen ám, de azok plakátok voltak, és fú, de jó, mondom, 2000-re lehet egy filmet hozzá kapni, és aztán úgy jobban elkezdtem utána nézni, és mondom, 18 000-hoz film, azt mondtam, filmet lehet hozzá kapni, most jutott eszembe, játékot lehet hozzá kapni, és aztán utána néztem, hogy azért vannak akciók, meg szoktak lenni olcsóbban, úgyhogy meg biztos, hogy valamit olcsóbban be tudok szerezni, és annyira így magam alá kerültem, hogy úgy mondjam, vagy hogy elkeseredtem, hogy magam alá kerültem, mindegy, hogy szép, hogy már nagyon el voltam keseredve, és akkor mondom, a Facebookon hátra találok egy csoportot, és külön van egy ilyen csoport, úgyhogy ha te neked is ilyesmi kérdésed van, vagy akármilyen eladásos, vevős csoport van ott, de szerintem válaszolnak kérdésedre is, mert nekem is válaszoltak, nagyon hamar beléptem oda, úgyhogy aztán mégis utána már örültem neki, hogy megvettem, úgyhogy ugye azért vettem meg, mert azt a picit szerettem volna korál színbe, és ugye azt nem tudtam volna megengedni magamnak, úgyhogy azért döntöttem ez mellett, ugye négy napom szülinapom volt, úgyhogy volt, ma is az van, és a névnapom, ugye, meg Krisztina nappal, és hát mondom, még ez nekem bele fog férni. Hát lehet, hogy le kéne tenni ide a székre, mert így szerintem túl közel van a kamera, és nem fogod látni, hogy én mit veszek elő. Úgyhogy letettem ide a székre. Na. Ugye kivettem az egyik joystickot, nem tudom most biztosan, hogy ezt be kell kapcsolni, de itt azért megnéztem ugye pár videót, ezen itt találtam egy kapcsolót, de hát majd meglátjuk, ugye ez a joystick az egyik. És nagyon tetszik amúgy. És ez a másik, ugye.
Akkor itt van ez a kis képernyő, ugye, amire rá kell csatlakoztatni, és nem tudom, szerintem be kell kapcsolni, nem? És úgy kell rácsatlakoztatni, azért annyira nem néztem én azt a videót meg, és azt néztem, hogy de van rajta ezen fólia. Itt a fólia rajta. Alatta van egy buborék. Az mi? Én szerintem ezt nem fogom leszedni ról. Hibás lenne? Nem. Ez fólia szerintem. Hallod? Na ne szórakozz, hogy itt ilyen. Na, nézd meg! Itt látható egy hiba rajta, de szerintem ez fólia. Másnak meg nem volt rajta, például a Hörbi videót megnéztem, videóját is nem volt rajta. Na, ez mi? Most én ezt itt elkezdem kapargatni. Dodi, megint el fog dőlni a lámpa, meg a kamera, és azért pipa leszek. Na, nekem ez már nem tetszik, hogy az ott van. Várjál! Na, most ez zavarjon. Menjél be, légy szíves, Niki! Mert a TikTok minden kihallatszik. Én szerintem ezen van fólia. Most piszkáljuk már fel. Mán fél. Aha. Van rajta. Na most ez engem zavar, úgyhogy azért szórakozok itt vele. Ha nem, akkor meg hiba. Itt ez valami hiba. Na most már várjál. Hát de akkor itt le lehetne szedni, nem? Na majd megnézzük. Én szerintem ez fólia. Úgyhogy addig nem is fogom leszedni róla, hagyját talán az, na mintegy. Mert itt van egy buborék alatta szerintem. Na mindegy, nézzük tovább. Legfeljebb visszaküldjük. Na tehát itt van, nézd meg rajta egy kis izé ott. Itt mondom, nem is látni, hallod? Itt az ujjamnál, várjál. Itt van egy kis valami rajta. Na nem baj, ugye azt láttam videóban, hogy itt van egy kis ilyen pöcök. Ilyen pöcök, azt nem tudom, hogy a sima SD kártya jól bele, és akkor ki tudod támasztani, de szerintem igen. Mert láttam, jó, lehet, hogy láttam ilyen kártyát is amúgy hozzá, de nem tudom, hogy 56 ezerét, tehát azt azért nem szeretném megvenni. Ugye ide való a játék, azt láttam, ez egy ilyen... Ez ilyen hűtőberendezés, vagy minek hívják, hogy ugye nem elegedjen túl. Itt van egy valami bedugó rész. Alul nem tudom, hogy mi van, mert alig látok itt. Na, itt kell bekapcsolni. Itt van a plusz-minusz gomb, ugye. Na, megnézzük, hogy bekapcsol. Bekapcsolt. Kiírta, hogy Nintendo. Látod? Kiírta, hogy Nintendo. Ja, hogy rakjam rá ezt a kettő. Most vajon ezt így be lehet, ezt így be kell kapcsolni? Nem tudom, hallod? Itt elkezdett világítani nekem. Aha, hát ki tudja, hogy ezt így kell. És akkor ezt itt rá kell csúsztatni. Á, nagyon menő leszek én ezzel. Ezt is be kell kapcsolni? Na, várjál. Kapcsoljuk be. Hát tegnap megnéztem a Hörbi videóját, de nem nagyon látta, nem is figyeltem oda már annyira. Na, aha, nézd ide, most ilyen piros lettek, de nagyon tetszik! Nagyon jó, közben vakarom itt az óromat, úgyhogy, aha, nincs benne amúgy magyar menü, én úgy tudom. Na, keres, jó, hogy van ez? Hogy megy ez? Így megy? Úgy megy?
Nem, nem. Jaj, jaj. Csak ennyi nyelv van benne amúgy? Most mire állítsa? Angolra, Európa, Nest. Mi az, hogy Nest? Nem is biztos, hogy jó a beállítás. Amúgy, ja, már meg is találta a wifi-t, hallod. Nem, nem ez. Elrontottam a kódot. Oké, remélem, hogy jó talált be, mert ez a kód. De nagyon vagány. Itt keresi az internetet, nézd, a wifi. Nagyon nem bántam még. Már most ugye, pedig még nem is játszottam vele. Hát ez egy nagyon tuti dolog, én nem bántam meg. Én ilyet akartam, csak ugye azt a másikat. Huha, nem jó. Inter, wifi. Na jó, megint kezdjük akkor újból. Nem. Nem. Ajaj. Ajaj. Password. Mi a fenét? Oké. Akkor próbáljuk meg a nagybetűvel. Az éget szag amúgy, olyan éget szag. Na most megint keresi. Hát remélem most már jó lesz. Ne csináld már, hogy nem jó. Szórakozunk vele itt. Itt van. Közben én mutatom, jó, hogy még mik vannak. Nem jó. Miért nem jó? Húha. Pedig ez. Hát tudom, a wifi elszólt. Valami nem engedi. Nagyon jó. Addig mutatnám a többi hozzávaló cuccot, míg itt keresi. Lehet hallani, hogy így pittyeg? Keresi, de legyen most már jó, mert ez a wifi jelszó, én tudom. Na, jó van. Itt van egy HDMI kábel. Nem jó. Nem, wifi. Oké. Nagyon jó lesz ez így. Oké. Oh. Ja, hogy ide, ja nem új név, de hát ez hogy van? De nekem az a nevem. Jó, beírjuk ide, írjuk be újból. Donne, megnyomtam ezt az okét. Hát pedig az, na most mit csinál? Oké. Hú, hát én nem fogok ezt érteni. Így angolon. Hát de miért nincs hozzá egy magyar használati? Vagy magyar nyelv, miért nincsen benne? Jó, hogy ezzel fogok szórakozni, de amúgy megfőztem, meg mindent megcsináltam. Szerintem ez egy HDMI, igen, egy HDMI kábel van hozzá, ugye, amit kibontottam. Közben jó, nincs internet, akkor szia, majd elszórakozok vele. Úgyhogy meg akartam nektek mutatni, de hát akkor nem fogom. Itt ez a töltője, ugye. Másnak is ilyen töltője van. Nekem más miatt mutattak egyébként, nem ilyen töltőt mutattak, hanem azt a másikat. Lehet, hogy ebben már másik van. Mindegy, ilyen van hozzá. Akkor van ugye ez a, mindjárt szórakozunk tovább ezzel, van ez a
Joyce-kon tartó, ugye, és akkor, hogyha egyedül játszol, a YouTube-osoktól tudom, onnan hallottam, akkor ezt tudod használni, ide ugye be tudod helyezni, és akkor tudod úgy használni egyedül is. Úgy beszélhet, mintha nagyon okos lenni. Jaj, azt hittem már csak egy ilyen van. Ugye van hozzá egy ilyen csuklóra akasztható, nem tudom mi. Ezen is van két gombit, úgyhogy nagyon vagány, nagyon tetszik, csak az internetet nem, a wifi-t nem akarja elfogadni. Úgyhogy még fogok vele szórakozni bőven, és szerintem már adok. Volt a Herbie-nek még filmet is adta, vagy játékfilmet, nem tudom, mit vagyok oda filmet, játékot is adtak hozzá. Hát én nekem nem adtak, hallod? Nekem nem adtak hozzá, úgyhogy engem kifelejtettek. Semmilyen játékom nincs hozzá. Na. Ugye ez a dokkoló, amiben így bele kell rakni. Így ugye, aha, hogy ezt mondták, hogy vigyázni kell rá, mert tudja karcolni. Ez hogy való amúgy bele? Csak így? Aha, hát ez nem áll biztosan benne. Mi a fel? Ja, lehet, hogy rosszul tettem. Így. Hát ez hogy áll benne te? Ja, most már jó. Aha, bele lehet csatolni. Na most hogy mutassam meg? Valahogy így bele lehet nyomni. Úgyhogy nem... Na most jó. Most van benne rendesen. Most beírt valami jelszót megint. Na jó, mert össze-vissza nyomkodtuk most. Tehát akkor ezzel tudod a tévéhez csatolni. Ugye ez tartja ott. Mármint ezzel tudod a tévéhez használni, amúgy nem tudom, hogy máshogy hogy tudod. És ezen van két kimenet. Gondolom az... Aha, USB kimenet. És hol van, ahova bedugom a HDMI-t? Ezt nem kell bedugni amúgy? Ilyen csatlakozó ez? Nem kell, vagy csak föl kell tölteni és bele kell tenni oda? Hát erről nem tudok sajnos semmit. Valaki látja ezt, hallod, és ilyen nagy gamer jót röhög rajtam, de nem baj, mert legalább örült valaminek, úgyhogy nekem már ez megérte. Na, itt egy csomó zacskó, amit el fogok rakni ebbe a dobozba. Játék sehol. Oké. Krisztinek kihagyták. Úgyhogy én nagyon örülök neki, remélem, hogy meg tudom csinálni ezt a wifi-t. Még szórakozok vele egy ideig. Mi az, hogy regisztrálj? De hát, most mi van? Jó van, törőd ki. Így. Hogy kell ezzel vissza? Így. Vissza. Hogy kell a vissza gombbal? Na jó van. Így. Beírtam újra a nevet. Rányomok az alsóra, oké. És most összehave, oké. És itt mit kell megnyomni? Mit jelent ez? Várjál, figyeld, van fordítva a telefonon. Sokan nem tudják. Kikeresed, így, nincs internet kapcsolat, bekapcsolod a internet kapcsolat, figyeld, az okos. Na. Bekapcsolod az internetet, vagy nincs wifi? Na, de van, és megnyomod itt a kamerát, ne érdekeljen az üzenetek, várjál. Itt megnyomod a kamerát, rányomsz a kamerára csak most, és ide teszed, és lefordítja neked amúgy. Na, így nem megy, akkor így. Ott van csatlakozás ehhez a hálózathoz, beállítások megváltoztatása és beállítások törlése. Nem mondom ki angolul, mert olyan... Ha most mit írt? Beállítások megváltoztatása. Akkor menjünk a felsőre, de azon voltam úgy, és nem akarja. Úgyhogy én így fordítóval szoktam. Mi van veled, te? Nem akarja.
Nem találja a wifit. Miért? Adott valami menüt. Hát, magyar nincs benne, természetes húsa, ukra, én nem tudom, hogy mire. Mindegy, nem tudok, nem értek hozzá. Igen? Ja, itt nyomtam el valamit, ugye? Nem akarja az internetet nekem elfogadni amúgy. Oké, rányomtam, oké, megint, és most megint keresi. Látod? Megint keresi, és nem találja a wifimet. Akkor találd meg. Pedig ez a jelszó. Nem találja a wifit. Jó van, Kriszta. Kellett neked ilyen. Most mit kell nyomni? Meglártam. Pippagy, pippagy, ezt csinálja. Nem találja. Lehet, hogy vissza fogok jönni, vagy beállítom videón kívül, mert most annak nincsen semmi értelme, hogy itt szórakozzak vele. Na várjál! Nem, nem ezt kellett volna. Melyikkel kell visszamenni? Jó, oké. Na, oké. Most már kezdek ideges lenni. Megint beírom. Oké. Nem baj, mert van időm, mert ugye a gyereknek megfőztem kaját, ettünk, Dodi is evett, mindenki evett. Egyébként egy óra lesz. Fogad már el. Valamit lehet, hogy nem csináltam jól az elején. Hát de pedig ez a jelszó, ne szórakozz. Na, visszajövök. Vagyok, a végül is sikerült itt valami beállítást ír. Már beírtam a nick nevem, ugye, most itt elolvassuk megint fordítóval, hogy miről van szó. Na, mert már anyut is felhívtam, hogy nem veszi. Már minden bajom van. Na, hogy itt mit ír ki. Konzol be egy rendszer végrehajtáshoz. Frissítse később, válasz a rendszerbe a rendszer lehetőségek, és ott a home menüt. Oké. Na most valami linket kér. Nem kellett. Rányomtam. Oké, most megint valami menüt kér. De milyen linket kér? Most keres. Ugye meg kellett adni? Nem. Oké. Valami menüt kér. Ja, hogy kódoljam le, szerintem. Ja, nem. Most meg új ízét kér, hát hány... Jaj, ez aranyos az a birka, vagy milyen. Most megint új nevet kér, én nem értek ez. Hát én nekem maradjon az. Így. Jó, oké. De most sing and link, az mit jelent? Várja, megnézzük.
Na, bejelentkezés és link. De mi az? Milyen link? Beállítások. De én nem akarok frissíteni. Ez mit jelent? Másik felhat átugrani. Aha, a skip az azt jelenti, hogy átugrani, hát én angolból semmit. Spanyolból is csak ilyen nagyon alapfokon, tehát hogyha kimennék spanyolba, nem halnék éhen ennyi. Most itt mit kell nyomni? Megint fordítóval. Megnézzük szolgáltatás több jellemzői. Következők, nézzük már meg, hogy mi ez a szolgáltatás több jellemző. Jó, van, nem ad rá semmit tovább. Azt mondja, átugrani, állítsa be a szülői felügyeletet. Oké, nem kell. Beállítás befejeződött, vagy megnyomhatja a kezdőlap gombot home menü megnyitásához. Ja, ezt a gombot. Tehát ez a home gomb, ugye ez a pici. A többit nem tudom, úgyhogy ne érdeklődjél, mert nem tudom. Mi ez például? Új Nintendo eShop. Aha, igen, azt mondták, hogy egyébként van egy ilyen saját. Most rámentünk. Ilyen shop. Mi? Az előbb megtalált az internet. Most mit szórakozik ez? Na jó, én ehhez nem értek, hogy kell visszamenni. Melyik a vissza gomb? Aha, itt megnyomtam valamit, és itt föl. Oké, de hát nem veszi. Jujuj. Na, tehát valami nem jó. Internet gyenge rajta az internet. Itt meg rende, nem, jó rajta az internet. Na nézzük, album van benne. Van egy ilyen. Van beállítások, ugye itt alul valami menüsor van. Ennyi, amit el tudok róla mondani. Nagyon nem tudok róla semmit. Még el fogok játszani. Úgyhogy ennyi volt ez az unboxing videó. Majd még ma elszórakozok vele, köszönöm, hogy velem tartottál, remélem, hogy tetszett ez a videó, és nem unatkoztál nagyon, mivel elég sokat szórakoztam vele. Szia, szép napot! Ja, és köszönöm szépen annak, aki feliratkozott. Remélem, tetszeni fog a csatorna. Sziasztok, szép napot!